Szevasztok, srácok! Ez itt újra az Építs Fel, és a mai adásban egy City-s készletet választottam nektek, mégpedig a 2022. március 1-én megjelent űrutazás tematikájával foglalkozó készletet választottam. Annak is a legnagyobb verzióját, hiszen ebben a termékcsaládban, mármint a City-s készleteken belül volt ez az űrutazás témakör, azon belül rengeteg kisebb készlet is megjelent. Én viszont kiválasztottam nektek a legnagyobbat, úgyhogy a mai adásban ezt a készletet fogjuk megvizsgálni. Vágjunk is bele! Mivel egy City készletről van szó, ezért megkapjuk ezt a szokásos, kék alapon LEGO City feliratunkat, 7 pluszos, 6351-es Rocket Launch Center a készlet neve, 1010 darabos szetről van szó, és hát igazából láthatjátok, hogy tele van minifigurával, van egy ilyen kis, szerintem egy ilyen váróterem részünk, vannak különböző holdjárók is, esetleg a hatalmas űrrakéta, és egy ilyen kis planetárium-szerűséget is kapunk a készletünk doboza szerint. Hogyha megfordítjuk, akkor látható rajta, hogy ezekben a kis épületekben különböző meglepetések is el vannak rejtve, és még a tetejére az űrhajónk is, és az űrrakétánk is elég jól ki van dolgozva, sőt, még meglepetések is vannak benne, úgyhogy nézzük is meg. A csomagban összesen 11 darab számozó zacskóval találkozunk, van 2 darab matrica ívünk, amin egyébként hát nem meglepő módon még egy NASA-s feliratot is kapunk, egyébként a doboz is reklámozza, ez az Artemis program alapján inspirációjaként készült el, és egyébként itt vannak az összerakási útmutatók, összesen 4 van belőle, úgyhogy akár többen is tudjátok egyszerre építeni ezt a készletet, és hát igazából semmit nem tudunk meg az Artemis programmal kapcsolatban, legalábbis ebben a legkisebben nem mutat be semmit, de szerintem ebben a nagyban se lesz. Így van, sajnos semmit sem tudunk meg, pedig jó lett volna azért némi extra információt olvasni róla. Összeépítem, és megnézzük, hogy hogyan is van telepakolva mindenféle meglepetéssel ez a készlet. Ebben a készletben összesen 7 darab minifigurával találkozunk. Először is van 2 darab a munkásunk, egy női és egy férfi karakter, akiknek a lába és a torzója pontosan megegyezik. Láthatósági mellény van rajtuk, kis sityak a fejükön, és egy darab reakciós arccal rendelkeznek. Aztán itt vannak a tudósaink és egy kadétunk, legalábbis én ezt így tudtam elképzelni. Van egy bácsi tudósunk, van egy néni tudósunk, és itt van ebben a kék overallban szerintem egy ilyen kis tanonc és kadét, aki majd űrhajós akar lenni. És egyébként tök érdekes, a tudósainknak második reakciójuk is van, és hát végül elérkezünk a nagy számokhoz, az űrhajós minifigurákhoz, akik így első ránézésre hát pontosan megegyeznek, előről és hátulról is pontosan ugyanolyan hát printeléseket kaptak ezek a minifigurák, lábak és torzók vannak rajtuk egész szépen festve, és azért feltűnhet a régi klasszikus Space logó is, Scafander a fejükön, amik egy ilyen teljesen kék színű shieldet kaptak, viszont, hogyha levesszük a minifigurákról a sisakokat, akkor láthatjátok, hogy itt is egy női és egy férfi karakterről van szó, amikre egyébként még hajalkatrészeket is kaptunk extrában, ezáltal ezeket ki tudjuk cserélni, és még azt is láthatjátok, hogy a férfi karakterünknek a második reakciója hát nem túl biztató, úgy érzem,
hogy nem vette be a dédalonját az utazás előtt. Mivel ennek a termékcsaládnak a legnagyobb készletét mutatom be nektek, ezért nem vitás, hogy tele van pakolva mindenféle kiegészítővel, tudjátok, kiegészítők, szeretem őket. Először is van egy kis drónunk, egy kis robotunk, ahova be kellett építeni egy kis világító alkatrészt, szépen piros színűen virágít, és egy clamp matricát is fel kellett rá ragasztani, és egyébként ez egy lánctarpas járművecske. Haladván tovább elérkezünk egy autóhoz, ami nem egy holdjáró, ne keverjétek össze, itt is találkozunk az órán egyébként a klasszikus Space logóval, és egyébként ennek a legnagyobb érdekessége az, hogy van hozzá egy ilyen kis kar kiegészítő, ez a kis sárga kar itt a hátulján, ami majd a következő kiegészítőhöz lesz fontos, hiszen érkezett egy a meteorit a világűrből, és ennek a meteoritnak a tetejét tudjuk ezzel leszedni, és láthatjátok, hogy a belsejében bizony, hát érdekes dolgok vannak. Ebben a meteoritban is egy ilyen kis printelt, egyszer egyes áttetsző Lego elem, egy ilyen kis valami organizmus van benne, megjöttek az alienek a Lego ezen készletébe, és hát utána végül elérkezünk a nagyobb kiegészítőink, hiszen nem csak magát az űrrakétát és a hozzátartozó kilövő állomást kapjuk meg, hanem először is van egy garázsunk per planetáriumunk is. Erre a dobozról igazából nem jöttem rá. Először is láthatjátok, hogy van egy hatalmas nagy bejárata. Ezt egy kicsit közelebb hozom, hogy én is lássam normálisan. Szóval először van egy hatalmas nagy bejárat, amit természetesen föl is tudunk húzni, ilyen harmonika szerűen működik ez az ajtó. Az oldalán található egy pálmafa és egy papagáj is, és egyébként láthatjátok, hogy a belsőbe igazából az autót tudjuk tárolni, ott olyan sok izgalmas dolog nincsen, viszont a legizgalmasabb dolog az, hogy ezt a dómot ki tudjuk teljesen nyitni, amit egyébként 360 fokba természetesen körbe is tudunk forgatni, és láthatjátok, hogy egy űrtávcső található a közepén, aminek a dőlésszögét is tudjuk állítani, a tetején van egy kis tekerentyünk, és ennek segítségével tudjuk állítani a távcsőjünk dőlésszögét, de ez ennyiben még nem merül ki, hiszen különböző kiegészítők is vannak, még több kiegészítő. Kiegészítőkkel van tele ez a készlet, szóval van egy kis drónunk, egy repülődrónunk, van egy hatalmas nagy számítógépünk, billentyűzetalkatrész kiegészítő is van hozzá, és még egy nagyítónk is, ami alatt már vizsgálják azt az organizmust, ami kijött abból a bizonyos meteoritunkból. Haladván tovább elérkezünk egy másik épületünkhöz, ami lényegében a kilövőállomásunk főhadi szállása lehet, innen irányítják az egész kilövési procedúrát, és meglepő módon ide játékfunkciókat is elrejtettek, egyáltalán nem gondoltam abba, hogy itt ebben a pici épületben még játékfunkció is lesz. Látjátok, kívülről megkapta ezt a fehér és áttetsző kékszínű ablakokat, ami hát ezáltal nagyon légiessé teszi ezt az épületet, könnyen keresztül lehet rajta látni, és a belsőben azért láthatjátok, hogy matricákat is kellett ragasztani. Az egyik falon például minifigurák, egy autó és egy Oktán logó is található, klasszikus Space logóval egyetemben. Itt van a miniaturizált verziója az űrrakétánknak, van egy kilövési központ, ahonnan irányítják ezt az egész kilövési folyamatot, és még tudjuk követni is, hogy hol jár ez az űrhajó. Na ez a játékfunkció. Egy matricát kellett ragasztanom egy áttetsző Lego elemre, és amögébe van építve egy nagyon-nagyon minibe épített, vagyis igazából egy matricával felragasztott elemre egy nagyon pici űrrakéta, és ezt tudjuk tekergetni. Itt az oldalán van egy kis tekerentyünk itt az oldalán, és ezzel azt tudjuk szimulálni, hogy hogyan is halad ez az űrrakéta. Gondolom a Hold körül, hiszen ugye az Artemis a Hold programot próbálja újraéleszteni, úgyhogy gondolom ez a Hold körüli pályát, vagy a Föld körüli pályát mutathatja be. Ezt nem tudtam eldönteni, majd a komment szekcióban ezt le fogjátok írni, és hát végül elérkeztünk a fő attrakciónkhoz, magához, az Artemis inspirálta űrrakétához, de most nem pontosan ugyanúgy néz ki, nyilván ez itt egy szitis készletről van szó, úgyhogy annyira nem pakolták tele részletekkel, hát messze nincsen annyira részletesen kidolgozva, mint például az IDS-os 1969-es NASA Saturn 5-ös rakétája, amit egyébként ott láthattok mögöttem, de ezen a felvételen most azt láthatjátok, hogy hát egymás mellett hogyan is néz ki a kettő, azért lényegesen nagyobb az a régebbi rakéta. Nyilván kifejezetten játék célokat szolgál ez az űrhajó, de azért meglepően jó kis funkciók vannak benne, és még azért kiállítási szempontból is azért egészen jól működik, hiszen egy rakéta mindig jól néz ki a polcon. Játék funkció először is az látható benne, hogy van egy kis kilövő állomásunk, itt megnyomjátok az alját, és hát ezzel el tudjátok indítani a rakétát, ezzel szimulálva azt, hogy megvolt a liftoff, és még alattak is
kékszínű láng nyelvecskéket is találunk. Most a rakéta szerintem egészen jól lett kidolgozva, a színét egyértelműen jól elkapták, van két másik rakéta az oldalán, ami természetesen el tudunk távolítani, csak ugyanúgy, mint a valós esetben is, hogyha kifogy az üzemanyag belőle, akkor szépen azok leválnak, és egyre jobban válnak le különböző részek, amiket egyébként ennél a rakétánál is tudunk egy picit rekreálni, amit majd mindjárt meg is mutatok nektek. Egyébként a NASA-s matricákat kellett felragasztani rá, ami hát színben nem teljesen passzol, ugye ez még nem mostanában jelent meg, gondolom annak köszönhető is. Ugye mostanában már észrevettem, hogy próbálnak egy kicsit változtatni a matricák színárnyalatán, hát itt még nagyon látszik az, hogy egy nagyon más színű fehér alapon vannak ezek a NASA-s logók, NASA-s feliratok, de ettől függetlenül jól néz ki rajta. De a nagyobb szenzáció az, hogy kapunk hozzá egy kilövő állomást is, amire ismét nem gondoltam, mikor hát először láttam ezt a készletet. Ez a kilövő állomás egészen jól néz ki, már csak azért is, mert tele van ez is pakolva különféle játékfunkcióval. Először is van egy hozzá egy lift, a tetején látjátok ezt a kis tekerőt, és ezt tudjuk tekergetni, ezzel tudjuk a minifigurákat szépen felhúzni a felső torony részbe, ahol ismét találunk egy kis tekerentyűt, ezzel tudjuk befordítani a rakétához a minifigurákat is tudnak beleszállni, de most, hogyha látjátok a minifigurákat az űrhajó mellett, vagy a rakéta mellett, akkor azért az is látható, hogy nyilván nem minifigura arányban épült ez az űrrakéta, de játék szempontoknak szerintem megfelel, és hogyha már itt tartunk a rakétánál, azért azt is nézzétek meg, hogy az alján az anyagfelhasználás mennyire menő, például a micimaszkos készletben, legalábbis én ott láttam először, a micimaszkos készletben volt először ez a kis mékas alkatrész, ez van átszínezve, és ezzel vannak megoldva a rakétáknak a fúvókáit. Haladván tovább, ahogy már az előbb is mondtam nektek, le tudjuk választani a különböző szegmenseket. Az első szegmens, hogyha leválasztjuk, akkor látható, hogy benne bizony, hát nem olyan üzemanyaggal működik ez a rakéta, mint a valóságban, tehát nem oxigénnel van teletöltve, nem folyékony oxigénnel van teletöltve, hanem oktán üzemanyaggal működik. Az oktán ismerős lehet a régi LEGO rajongóknak. Következő kis modulban található a kis holdjárunk, egy nagyon apró, egy nagyon pici kis építésről van szó, és végül a legfelső részen található, hát ez a kis irányító kapszula, ahova a minifiguráinkat tudjuk berakni, még extra kis légző palackok is állnak a rendelkezésre. Mondom, egyáltalán nem gondoltam, hogy ebben a készletben ennyi rejtett játékfunkció lesz, és azért a kiegészítőkben is egészen jól működik. Összegezzünk el, srácok! Mivel egy igazán drága készletről van szó, különösen ebben a szegmensben, ugye a LEGO City-s készletekben általában kisebb szetteket szoktunk kapni, és azért azok között ez tényleg kimagaslik az árával, viszont cserébe hát egész sok mindent kapunk ebben a szetben. Minifigura felhozata remekül sikerült, tele vagyunk kiegészítőkkel, különböző autókat, különböző járműveket, különböző épületeket, magát a hatalmas nagy Artemis rakétát is megkapjuk, és meg a kilövő állomást is hozzá, amikbe még meglepetés játékfunkciók is el vannak rejtve, amikre én az elején egyáltalán nem számítottam. Nos, srácok, hát ez volt a 6351-es City készletnek a bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, a lájkokat ne felejtsétek a videóról, ha esetleg még nem lennétek feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő. Én pedig még egyszer szeretném megköszönni a LEGO-nak a támogatást, nélkülük ez az adás nem sikerülhetett volna, mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!